Pécsett nagyon sok sikeres sportoló és sportcsapat van. Nem véletlen, hogy az egyetemen is rendkívül élénk a sportélet. A Pécsi Tudományegyetem sportirodájáról annyit kell tudni, hogy 2013. szeptember 2-án indította el az életét. Azt kell tudni, hogy itt a hallgatói önkormányzatoknak volt egy ilyen vágya, hogy országosan alakuljon ki egy sportirodahálózat, ami valamelyest összefogja az egyetemek, a különböző kari hallgatói sportokat adott egyetemen, mert itt gyakorlatilag addig is nagyon-nagyon komoly sportélet volt, de attól az időszaktól indult el valójában egy integráltabb sportolási lehetőség minden egyetemen, amióta a sportirodák vannak, hiszen a sportirodáknak valójában három nagyon-nagyon fontos szerepük, feladatuk van, de nyilvánvalóan minden egyetemen máshogy alakult az életük. Volt egy támogatópályázat, amiből megalakulhattunk, irodát hozhattunk létre, első beszerzéseket abból valósítottuk meg, és az volt a lényeg, hogy három lábon álljon ez a sportiroda, az egyik láb, hogy a hallgatói tömegsportot erősítsük, szervezünk olyan akciókat, eseményeket, ahol minél több hallgató el tud jönni. Sárkányon regatta, futások, sportészakák és különböző sportágakban, vagy tényleg ilyen szabadidős tevékenységekben jöjjenek össze a hallgatók. Ez volt az egyik fontos lábunk. Erre nekünk is van egy referensünk, aki ezt fogja össze azóta, amióta vagyunk. A második lábunk az a versenysport volt, és minden olyan versenysport, amit nem mondjuk a PEAC szervez, mert ugye a PEAC az az egyetemnek egy profi versenysport szakosztálya, de vannak az egyetemen olyan hallgatók, akik esetleg más egyesületekbe sportolnak, vagy nem sportolnak egyesületbe, már abba hagyták, de szeretnének versenyezni is néha. Ezek az úgynevezett mefogok, országos bajnokságok, 36 sportágban van már Magyarországon, vagy kuparendszerbe, vagy bajnokságba, vagy csak egy hétvégét magába foglaló Final Four, vagy éppenségre egy bajnoki forduló, vagy kupa. Erre is van egy referensünk, aki szervezi ezeket a srácokat, nyilván edzőtársak, edzőkollégák, karokon lévő sportreferensek segítségével, és így mind gyakorlatilag majdnem mind a 30-as sportágban ott vagyunk minden évben ezeken a versenyeken, és örömmel mondhatom, hogy 2018-ban a mega egyetemek sorában mi lettünk a legsportosabb egyetem Magyarországon, és már most is tudom, mivel megérkezett a meghívónk, most 25-én, november 25-én lesz egy gála, egy diátadó gála, és a Pécsi Tudományegyetem a versenysport kategóriában, a mefogók kategóriában második helyezést ért el, és azt mondom, hogy itt a TF mögött vagyunk másodikak, illetve a testnevelési egyetem mögött vagyunk másodikak, azt mondom, hogy ez egy óriási siker. Szinte nincs olyan egyetemi sporttalálkozó, ahol ne lennének ott a hallgatóink, és a dobogó valamelyik fokán most már leginkább a felső régiókban ne lennénk ott. A PTS sportiroda keretein belül nagyon sokan vesznek részt egy-egy rendezvényen, azonban az egyetemre jó néhány ilyen sportoló jár, akikkel külön kell foglalkozni. Magyarországon a Pécsi Tudományegyetemen nem a legtöbbet költjük a sportra, lehet-e többet is szerintem. Vannak sokkal nagyobb kapacitással, költségvetéssel bíró sportirodák és egyetemek, de mégis itt nálunk, hál' Istennek, még Bódis rektor úr segítségével alakítottuk ki a legkomolyabb sport és parasport ösztöndíjat. Éves szinten 25 millió forintot tudunk felosztani azok között a hallgatók között, akik a mi aktivitásainkat, az országos aktivitásokat, ezek nemzetközi versenyeken ott vannak. A legmagasabb ösztöndíjunk az a Martinek János ösztöndíj, hogy a Martinek János itt végzett a TTK-n. Az oda bekerülő hallgatónk és pályázó hallgatónk idén is lesz, hál' Istennek, mindig van. Azoknak a hallgatóknak világversenyen kell ott állni a dobogón, Univerziádi, Olimpia, világbajnokság, stb. Idén például Konko Zsófia azért nem tud ebbe bepályázni még, mert szeptemberben kezdte, tehát kell neki még egy fél éves eredmény is, de lesz majd olyan hallgatónk, tudok mondani ilyeneket, Bicsák Bence volt például, aztán Szirjanics Miklós, akik ezeket már ugye vitték, aztán Kenderesi Tomi, szóval azért ezekbe tudunk segíteni. És van egy negyedik lábunk, amit magunknak találtunk ki keresztként, de nagyon kellemes kereszt, a dolgozói sport. Nincs sehol, ahol ilyen szervezetten összefognánk a dolgozókat is. Szinte havonta egy-két-három alkalommal szervezünk a dolgozóinknak is, vagy a hallgatókkal közösen úgynevezett mix sportnapokat, vagy mix sport eseményeket, teke délután sárkányhajó verseny, ahol a dolgozók, a hallgatók megismerhetik egymást. És most van még egy kis virágzásunk, egy elindított kis virágunk, ugye minden egyetem nagyon keményen harcol a gimnazistákért, a bejövő generációért,
és mi most a sport által is elindítottunk egy olyan mentorprogramot, amikor is megszólítunk már most a három megyébe, a régiónkba, Somogytóna, Baranyába, de leginkább baranyai visszajelzéseink és beérkező hallgatóink vannak, akiket úgy keresünk meg, hogy igazgatók, osztályfőnökök által tudjuk meg, hogy milyen sportágban a tehetségek, és őket megpróbáljuk behozni az egyetem berkein belül sporttal, sporteseményekkel, meg különböző egyéb foglalkozásukkal, hogy ismerjék meg az egyetemünk lehetőségeit, tehát például grafológiai tanácsadás, vagy egy karnak a bemutatkozására jöjjenek el, és ne menjenek el Budapestre, ne menjenek el Győrbe, ne menjenek el Szegedre, Debrecenbe, amikor a mi egyetemünkön is a sport szempontjából is és a tanulás szempontjából is extra lehetőségeket tudunk adni, úgyhogy ez a mi kis életünk, ezt nagyon szeretjük és csináljuk. Maga az egyetemi hallgatói önkormányzat nem önmagában segíti a sportolókat, nyilván itt az egyetem oldaláról és a PTN-nek a sportirodája oldaláról van egy ilyen hármas együttműködés, de számos ösztöndi lehetősége van különben élsportolóinknak. Itt kapásból fel tudnék sorolni 3-4-et, amelyel mi támogatjuk az ő sporttevékenységüket, azon túl, hogy egyébként tudnak kedvezményes tanulmányi rendet igényelni kari szinten, amelyel nyilván nekik egy kicsit rugalmasabb tud lenni a tanulmányuk. Azt hiszem, hogy egyetemi szinten egyébként számos sporteredmény bizonyítja azt, hogy a Pécsi Tudományegyetemen ez a rendszer jól működik, és a sportiroda pedig, ahogy ezt a rendezvényt is megszervezi, 2013 óta számos olyan rendezvényt szervez éves szinten, már amikor nyilvánvalóan a járványügyi helyzet azt megengedi, amelyel egyébként a sport közösség építést segíti elő, azon túl, hogy nyilvánvalóan ők is segítenek különben a PTA élsportolóinak a támogatásában is. 2013-ban, amikor megalakultunk, óriási terveink voltak, természetesen hárman kezdtük egy raktárba, ami tényleg raktár volt, semmi nem volt, se írógép, vagy számítógépünk, semmi, azt pakoltuk ki, és barátoktól szedtük össze a székeket, a különböző eszközöket, amivel elindítottuk a sportirodát. Az első vállalásunk az volt, hogy csináljunk a meccseken egy túrát, mert túrázni azért mindenki szeret, nem kell annyi sok eszköz hozzá, menjünk, sétáljunk, és mivel nagyon szeretek főzni, ezért első alkalommal főztem egy nagy adag gulyáslevest, hogy majd amikor visszaérkeznek a tetjei romokhoz, ott gondoltunk egy ilyen kört, akkor majd megvendégeljük őket egy kajával. Fölvittünk 100 edényt, tány, mindent. És 8-an lesétálták ezt a túrát, akkor borzasztóan el voltunk kenődve, és ott azt hiszem azon az estén a rokonságunk mindenki babgulyást evett, mindenki, a kutya is szerintem babgulyást evett, mert el kellett osztanunk ugye ezt a nagy mennyiségű kaját. Akkor nagyon elkeseredtünk, és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy kellene egy nagy durranást összehoznunk, és 13 novemberében rendeztük meg az első sport éjszakát, a sportok éjszakáját. Ennek az volt a célja, hogy 12 sportágban, 12 órában, este 6-tól reggel 6-ig, 12 sportoló egy csapatban játszon, vívjon meg egymással, és a végén hirdessünk egy győztest. El is jöttek, még egy kis gasztronómiai verseny is volt, hogy össze kellett, hogy állítsák bizonyos étel alapanyagokból a maguk kis vacsoráját, és közben ment ez az egész kis játék, óriási sikere volt, gyakorlatilag a sportokban, a kihívásokban nem nagyon változtatunk, néha beteszünk egy-egy újítás, frissítést, de az uszodától kezdve a sakkig, a totóig, szellemi játékig, váltóig, kötélhúzásig, sörívó versenyig, íjászatig, mini pingpongig, röplabdáig, mini focig, minden van benne, úgyhogy nagyon szeretik, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 7-8 évben több mint 25-30 ezer körüli már az a hallgatói dolgozói létszám, aki megmozdult a sportirodán eseményein, és olyan 300 körüli rendezvényünk van, nem beszélve azokat a rendezvényeket, amelyeket ugye országosan megrendeznek és visszük a hallgatókat. És arra is büszkék vagyunk, hogy a Peacon belül tudtunk generálni 3 friss új szakosztályt, ez a futsal szakosztályunk, aki MB2-ben játszik azóta is, a parasport szakosztályunk, ilyen nincs sehol Magyarországon, hogy egy egyetemen, egy egyetemi klubon belül legyen parasport szakosztály. Ebben a parasport szakosztályban van 4 csapatunk már, vaktekések, csörgőlabdások, bocsások és kerekes székeskosarasok, illetve néha vannak vívóink, néha vannak szellemi fogyatékkal bíró sportolóink, akik pingpongot asztalítani szeznek, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És van egy világhírű sárkányos csapatunk, aki szinte most már egész Magyarországot veri a sárkányai versenyeken. Kint voltak már Moszkvában, Európa-bajnokságon, a Szegedi világbajnokságon is. Most van egy titkos vágyunk, meghívtak minket egy világbajnokságra Amerikába. Most oda gyűjtjük a pénzt, hogy oda is ki tudjanak menni a srácok. Tényleg büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik legjobban működő sportirodáját tudtuk összerakni, de ez köszönhető annak, hogy a karokon
most újból ki tudtuk építeni azt, hogy minden karon legyen a hallgató önkormányzatban egy sportreferensünk, egy sportnagykövetünk, akivel tudjuk kommunikálni a különböző eseményeket, lehetőségeket, és így gyakorlatilag van egy nagyon-nagyon komoly hálózatunk, és itt is szeretném megköszönni Glázer úrnak, aki így sétál el mellettünk, hogy ő nagyon sokat segít abban, hogy ez a hallgatói csapat összeálljon. Egész kiskorom óta sportoltam, ha táncot is annak lehet nevezni, mert 5 évig klasszikus balettoztam, és utána rengetegféle sportba belekóstoltam, többek között a balett után kickbox, lovaglás, szertorna, aerobik, úgyhogy rengetegféle sportot kipróbáltam. Tulajdonképpen ez az életem, testi szakos voltam. Aztán később a testnevelési egyetem elvégeztem a rekreációs szakot is, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig is ez lett volna az én utam, ahova végül is 2020-ban kerültem a sportirodába, hogy most már hivatalosan is az embereknek sportot szervezhessek, egészséget és életmódot próbáljak nekik tanítani. Egy szervezőnek természetesen a rendezvény előtt meg annyi problémát meg kell oldania, de azért gyakran előfordul, hogy a résztvevők nem elég felkészültek. Például előbb jött hozzám az egyik hallgató, hogy szeretnének a focira felkészülni, de nem volt foci labdájuk, ugye, és az elég bajos ilyenkor, úgyhogy próbáltam neki keríteni egy foci labdát, de hogyha eltévejednek, nem tudják pontosan, hogy most hol az úszoda, vagy melyik a szeminárium teremben van esetleg a sa, akkor segítünk útbaigazítani őket. Nem tudják, hogy mondjuk milyen sportok várhatók még, mert az elején ugye nagyon sok mindent felsorolt az irodavezető, akkor abba is segítünk bármibe, ami kérdés lehet számukra. Kívülről nézve ezek a sportiroda által szervezett események egytől egyig nagy sikerrel zajlanak, ráadásul az utólagos hallgatói visszajelzések is rendszerint pozitív kicsengésűek. A legnépszerűbb rendezvényekre pedig gyakran várólista van a késő névredőknek. Általában megjelentetünk ugye erről összefoglaló posztokat, például a saját Facebook oldalunkon, már mint a sportirodáin, és hát rengeteg lájkot kapunk, hozzászólásokat, illetve osztják tovább, sőt van, aki maga is posztol róla, hiszen itt jöttek szurkolók, és gondolom ők is csinálnak fényképet, és akkor saját posztokat is kitesznek, de a legjobb visszajelzés mindig az, hogy a következő rendezvényünket várják, és a megadott létszámú jóval felül jelentkeznek, úgyhogy győzzük a várólistásokat is valahogy betuszkolni, de hát ha nem sikerül, akkor majd a következő rendezvényen előbb jelentkeznek, és akkor el tudnak jönni. A legfőbb sportunk a sárkányhajó, igazából a sárkányhajó csapat egy részével, vagyis a Jakab kollégiumosokkal kiegészülve jöttünk el erre a rendezvényre. Sajnos sárkányhajózás nincs, de a vizes sportokban igyekeztünk erősek lenni. Ezen kívül röplabdában igyekszem megmérettetni magam, kézilabdában, kötélhúzásban, illetve a játékszigeten próbáltam még ki magam. A sárkányhajózásnak nagy múltja és sikerei vannak az egyetemen, de a csapatok összeállításánál érdemes figyelni arra, hogy legyen mindenhova egy igazi joker. Egy jól összeszokott, amúgy is együtt sportoló gárda ilyenkor könnyebb helyzetben van. Abszolút nem nehéz, ugye a sárkányhajó csapat az egy szabadidősport, mindenki valamilyen sportágból érkezett ide, ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyunk, mert összeválogatjuk az embereinket, és akkor mindenki, akiben vagy amiben jártas, abban fogja megmérettetni magát. Most nekünk abszolút az a célunk, hogy jól érezzük magunkat, ide mi játszani jöttünk, nincsenek elvárásaink, tehát teljesen lazán tudjuk csinálni, amit kell csinálnunk, nem raktunk magunkra felesleges nyomást. Mi most azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat a csapattal. Heti háromszor edzünk most a téli szezonban közösen, amúgy heti 4 vagy 5 edzésünk van, és versenyeken is folyamatosan csináljuk. Igazából ami nekünk nagyon fontos a sárkányhajózásnál, az az erőálló képesség. És most is ezekbe a sportokba próbáljuk meg belerakni, ugye ez leginkább a kötélhúzásnál fog kijönni, úgyhogy ott számolunk egy nagyobb sikerre, de hát majd ugye meglátjuk. Ez itt mindig egy nagyon jó hangulatú rendezvény, úgyhogy igazából kipróbáltunk mindenfélét, ami nem saját sportág, ez egy tök jó csapatépítő. Igazából pedig röplabdáztam, majd mi meglátjuk, hogy esetleg kidobós, foci, mik jönnek még sorverseny. Nagyon fontos, hogy teljes létszámmal tudjon kiállni egy csapat. Egyrészt a sportszerűség is ez diktálja, másrészt a néha párhuzamosan futó versenyszámok miatt van, hogy egyszerre több helyen kell ott lenni. 12 csapat van, és mindenhol 12 fő, úgyhogy szerencsére majd mindenkinek van helye. Igazából ismerősök. Mindig megvan, hogy még kéne 2-3 ember, kinek van szabad barátja, úgyhogy így verődik össze általában egy csapat.
Egy-egy csapat összeállítása, különösen ebben a vírusos időszakban, leginkább a véletlenen múlik. Ne, hát igazából ez itt a szórakozásról szól, és hogy mindenki jól érezze magát. Úgyhogy mondjuk pár évon, amikor volt kosárlabda, akkor persze jött, hogy jó, akkor ott nekem mindenképp kell, de igazából tényleg az a cél, hogy jól érezzük magunkat, egymást segítjük, amennyire tudjuk, de hát itt azért nem feltétlenül az a lényeg, hogy most ki győz. A mindenkit is a csapatunkba, az eddigi években is részt vettünk többnyire ezen az eseményen, és nagyon szeretjük, mert ugye mindenféle sportot ki tudunk próbálni, illetve van is, aki a saját sportjában itt így tud szerepelni, és ezért nagyon élvezzük az egész estét. Barátok vagyunk igazából, mindenki egy szakon van, szóval ezért gondoltuk, hogy így indulunk el. Van, amikor nagyon sokan vagyunk, és úgy kell kiszalálni az embereket, de idén úgy kellett összevadászni a különböző szereplőket, ugye a vírus miatt is, illetve sokan már nem érnek rá, és sok az elfoglaltság, de végül is ki tudtunk így állni több csapattal is. Erre a rendezvényre is nagyon igaz Kuberten Báron mondása, nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Nagyon készülni nem szoktunk így a különböző sportokra, inkább a táncra a legvégén. Idén sajnos a mi csapatunk nem tudott összerakni koreográfiát, mert nagyon elfoglaltak voltunk, és elég későn kezdtük el szervezni a csapatot. De alapvetően igen, csak jól érezni jövünk magunkat. El vagyunk, sokat röhögünk, aztán ennyi a lényeg. Én alapvetően nagyon sokáig versenysportoltam, de így az egyetem mellett ez így kicsit abba maradt, és most egy ilyen kis amatőr foci csapattal, a Faláb FC-vel szoktunk összejárni hetente focizni, úgyhogy így tartom karban magam, mert valami mozgás az mindenképp szükséges. Erre a rendezvényre pedig egy kedves szaktársam, barátom hívott meg, hogy jöjjek, mert hogy ő szervez egy csapatot, így mindenféle karokról, szakokról, teljesen vegyesen, és hogy milyen jó buli lesz, jöjjek el én is, úgyhogy nagyjából így alakult. Tegnap még nem volt biztos, hogy a 12 fő az stabilan itt lesz, de összejött, meg vagyunk, itt vagyunk, részt veszünk, úgyhogy minden tökéletes. Olyan, aki így külön készült, olyan nem volt, viszont aki a sakkot vitte nálunk, ő lehet mondani, hogy specialista, mert ő, neki címe is van, és ő elég régóta űzi ezt, illetve vannak még nálunk, sajnos annyira nem ismerem az egész csapatot nagyon személyesen, most kezdünk ismerkedni. Viszont többen vannak, akik sportoltak, sportolnak sokáig, úgyhogy úgy nagyon speciálisan nem készültünk, inkább egy ilyen baráti összejövettel, jól érezzük magunkat, és szervezett keretek között mozgunk legalább. Azért egy egész éjszakán át zajló sportrendezvény rendkívül kimerítő tud lenni még akkor is, ha történetesen nem minden versenyszámban szerepel az ember. Itt vagyunk a hét közepén, szóval tegnap egyetem volt, holnap egyetem lesz, szóval szerintem az egyik legnagyobb kihívás az, hogy egy hosszú egyetemi nap után idejövünk, mozgunk, jó, hogy jól érezzük magunkat, de azért elfáradunk, de azért reggel délelőtti órákra is be kell érni, úgyhogy valahogy, hogy beszorítsuk az alvást ebbe az egészbe, talán az lesz a legnagyobb kihívás. A sportiroda első számú célja, hogy minél több diákot mozgasson meg a rendezvényein. Mivel ilyenkor a legtöbb csapatban a cél a jó hangulat és az, hogy jól érezzék magukat a versenyzők, ezért különösen sikeres tud lenni a sportolni vágyó egyetemisták körében. Hazánkban már a középkorban használták a tekeszót, így nevezték azt a kőgolyót, amelyet harci eszközként az ostromló vár faláról a támadó egységekre gurítottak. Mivel a háborúban használták a tekét, szerepelt a harci gyakorlatok között is. Lovagok, harcosok népszerű sportja lett a középkorban. Nehéz játék volt, mert rátermettséget, erős testi munkát és nagy figyelmet kívánt. Ez a pálya, ahol most állunk, ez 1960-as években alakult ki. Akkor még nem ilyen automata volt nyilván, hanem voltak állított gyerekek, és akkor akik gurítottak itt, azoknak felállították a bábukat minden egyes gurítás után. És hát valami kis pénzzel jutalmazták őket abban az időben. Aztán a 70-es években alakult át a pálya egy ilyen automatikával, még nem ezzel, ami itt van, de már egy jóval modernebb és kevésbé munkaigényes verzióval. És hát nagyon-nagyon komoly teke élet alakult ki, rengeteg csapattal
Voltak városi bajnokságok, megyei bajnokságok, aztán voltak ugye nemzeti bajnokságban szereplő egyesületeink is, NB3-tól egészen NB1-ig, NB3, NB2, NB1, aztán a 90-es években pedig már Superliga csapatunk is volt, még akkor Gázminek, vagy Dédi Gáznak hívták. Hát engem 1984-ben fertőztek meg a tekével, még édesapám akkor hozott le, ő akkor is már a PMSC-nek, mint teke szakosztálynak az elnöke volt és játszott is. 84-ben kezdtem el én is játszani, akkor még a PMSC-be, aztán a 90-es években átkerültem én is a Dédi Gázhoz, ott már sikerült néhány évet Szuperligába is eltöltenem. Nagyon kellemes évek voltak, és egészen 2005-ig aktívan részt is vettem a tekesportban. A magyar tekesport rendkívüli sikereket ért el a világháború óta megrendezett világ és kontinens viadalokon. A 2000-es évek elején még Pécsett is volt bajnokságban szereplő csapat, ez mára azonban már csak egy szép emlék. Sajnos néhány évvel ezelőtt a rengeteg teke csapatból nem maradt szinte senki, mert hogy hát valamiért a szponzorok kivonultak a teke sport mögül. Nem annyira látványos, illetve nem annyira látogató vonzó, mint egy foci meccs mondjuk. És hát így a szponzorok hiány a létük sajnos megszűnt, és ilyen módon már csak amatőr bajnokságban tudunk fiatal embereket, hölgyeket, urakat ide csábítani, és ők játszanak hetente bajnokságban itt. Hát a legfőbb cél az, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg a tekesportot, Pécsett, bárkivel, aki szeretne lejönni. Mindenki előtt nyitott a pálya, nincsenek különösebben akadályi. Van egy havi tagdíjunk, illetve lehet nevezni egy amatőr bajnokságban, aminek van egy nevezési díja, és itt lehet teljesíteni. Hát a cél az, hogy minél több csapat vegyen részt ebben a bajnokságban, minél több ember ismerje meg a sportot. Hát aztán, ha esetleg valamikor el tudnánk oda jutni, hogy nemzeti bajnokságban is mondjuk elindítsuk egy csapatot, tehát az óriási lenne. A gurításnál egy nagyon fontos dolog, hogy a golyónak először ezen a barna színű gurító deszkán kell földet érnie, és a kék pályatesten már csak gurulnia szabad a golyónak. A gurítás, a mozdulatsor az gyakorlatilag nekifutásból történik, egy ilyen három lépés követően gyakorlatilag minél közelebb a kékhez, de még a barna deszkán elengedni a golyót, igyekezni arra, hogy a csuklónk egyenes maradjon, középen engedjük el, és gyakorlatilag a gurítás egyenes legyen. Kívülről nagyon egyszerűnek tűnik a mozdulatsor, de azért nagyon sok összetevője van annak, hogy jól sikerüljen egy gurítás, és ugye sokszor ezt nehéz is végrehajtani. Már évek óta tevékenyen részt veszek az egyesület életében, elsősorban a városi amatőr bajnokságnak a szervezésébe, illetve ugye a pályát bérbe adjuk külsős érdeklődőknek. Általában én szoktam itt lenni, illetve egy-két taktársunk, aki felügyeli a bérlések során a társaságokat, akik megfordulnak itt. Egyébként nagyon széles körben jönnek hozzánk, elmondhatjuk, hogy mondjuk 8-tól 80 éves korig bárki tudja ezt a sportágat művelni, aki elbírja a golyót és mondjuk el tud gurítani a 20 méter körüli távolságra lévő bábuk közé. Általános iskolák jönnek hozzánk nyáron ilyen napközis táborokból, de legyen ez akár egy baráti társaság, vagy születésnapi rendezvények is vannak itt, kollégáknak szokott lenni ilyen csapatépítő tréninge, évzáró események, szóval nagyon széles körű a közönség. Van, aki csak áthúzza a cipőjét és hétköznapi ruhába, farmerba fölmegy, és ugye gurítgat egy kicsit, akár ilyen ivással, evéssel megspékelve, és van, aki meg teljesen sportszerűen ugye átöltözik az öltözőbe, felhúzza a sportruházatát, és egy ilyen teljesen edzési jelleggel gyakorlatilag lenyom itt egy-két órát, tehát tényleg azt mondom, hogy széles a közönség. Aki először megfordul nálunk, az általában ugye nem ismeri a teke sportot, de azért elmondható, hogy többségében a bowlingról már hallottak. Nagyon hasonló a két sportág, azért mégis vannak alapvető különbségek. Sajnos ugye már pár éve Pécs városában nincsen lehetőség bowlingozni, így ez a gyakorlatilag a tendencia is kicsit csökken, a legfiatalabbak már sajnos nem ismerik a bowlingot. Egyébként akik először járnak itt, azoknak
el szoktam mondani pár mondatban a legfontosabb dolgokat. Ugye és pont ezért a bowlingos párhuzammal kapcsolatban el szoktam mondani a különbségeket, hasonlóságokat. Egyik fő különbség a bowling és a teke között a gulyónak a kialakításában van. Ugye aki már bowlingozott korábban, az tudja, hogy ennél nagyobb átmérőjű golyót használnak a sporthoz, és három lyuk van kialakítva három ujjunknak. Tekében, amint látható, nincsen megszakítva a golyó felülete. Kisebb az átmérő és könnyebb a golyó. A szabványos mérete 16 cm átmérő, a súlya pedig 2,8 és 2,9 kg között van. A játék célja ugye mind a két sportnál, hogy innen a játékos térről egy golyót elgurítva, ugye a 20-25 méterre lévő bábú állásba álló bábú közül minél többet eldöntsünk, röviden ezt így meg lehet fogalmazni, ugyanakkor vannak lényeges különbségek. Az első az a golyónak a kialakítása. Aki már bowlingozott, az tudja, hogy egy nagyobb átmérőjű, nehezebb golyó van három lyukkal kialakítva a felületén, amiből a három ujjunkat bedugjuk, kettővel megtámasztjuk, és gyakorlatilag tudnak választani a játékosok könnyebb és nehezebb golyók közül. Na most tekébe gyakorlatilag egyforma golyó van, egy szabványos méretű és tömegű golyó, ami nincsen lyuk kialakítva, ezért egy ilyen egykezes technikával, egy ilyen alsó ártámasztás, ezt későbbiekben akkor be fogjuk mutatni, kell a golyót elindítani a pályatesten a bábú állások felé. A bábuknak a száma és az alakzata is különbség, ugye bowlingban 10 darab bábú áll egy ilyen háromszög alakzatban, tekében egy rombusz alakzat van 9 bábúval, és igazából ezek közül kellene lenne a cél az, hogy minél többet eldöntsünk. A játék módja is azért lényegesen különbözik, tekébe kétféle üzemmódba tudjuk állítani a gépet, az egyiket teli gurításnak hívjuk, ilyenkor mindig visszáll az eredeti 9 bábú a helyére, és minden egyes gurítás 9 bábúra vagy fára, ugye fának is nevezzük ezeket, történik független attól, hogy az előző gurítások során mi történt. Viszont van egy ilyen bowlinghoz hasonló műfaj is, ezt tarolásnak vagy tarolás gurításnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy csak azok a bábuk érkeznek vissza, amik az előző gurításban nem lettek leütve. Ugyanakkor itt nem csak két gurítás van, mint a bowlingnál, hanem hogyha erre az üzemmódra van állítva az automata, akkor egészen addig nem jön vissza az eredeti 9 bábú, míg az utolsó bábú el nem fogy az útból. A nemzeti bajnokságokban, illetve a világversenyeken ennek a két gurításnak a vegyítését szokták csinálni. A standard az a 120 vegyes gurítás, ez azt jelenti, hogy négy pályán, minden egyes pályán először 15 ilyen teligurítást teljesítenek a játékosok, majd 15 tarolással, és így végigmennek a négy pályán, és akkor így jön össze 120 vegyes gurítás. Mint a városi bajnokságban, az idő rövidsége miatt ennek egy ilyen rövidítettebb változatát műveljük, ez a 80 vegyes gurítás, ez azt jelenti, hogy a négy pályán 10 telizés után 10 taroló gurítást teljesítenek a játékosok. Akkor bárki nevezhet a bajnokságba, jelenleg 15 csapattal folynak a küzdelmek. Idén, főleg a Covid helyzet miatt egy ilyen egyfordulós rendszerben rendezzük a bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy ősszel, szeptemberben elindultunk, és januárban már vége lesz. Tehát azt jelenti, hogy a 15 csapatból minden egyes csapat 14 mérkőzést játszik, tehát minden ellenfél egyszer. A korábbi békeidőkben lévő bajnokságokban oda-vissza rendszerű volt, egy ősztavaszi fordulókkal ellátva. Most nem mertünk igazából egy hosszabbat elindítani, ugye sajnos a korábbi tapasztalatok alapján be is kellett fejeznünk egy bajnokságot még 2020-ban, úgyhogy most egy ilyen rövidített menet van. 3-4 fős csapatok vannak, tehát minimum 3 főnek pályára kell lépni, és maximum 4 fős lehet egy csapat. Egyébként, ahogy említettem az előbb, a 80 vegyes gurítást teljesítik a játékosok, és a legjobb 3 játékosnak az eredményét veszük figyelembe. Egyéni pontszámok és csapatpontok is kerülnek kiosztásra, és akkor így egy-egy meccs alkalmával van egy nyertes csapat, meg egy vesztes, illetve fordulhat döntetlen eredmény is. Hétfőtől csütörtökig vannak a mérkőzéseink, 5 óra az első mérkőzés, és negyed 7-kor van egy második, és gyakorlatilag így áll össze a bajnokság. Bárki nevezhet, ugye? Ez a 15 csapat, ez jelenleg a játékos kereteket nézve, ez kb. 70 játékos foglalkoztat, ugye nem mindig ér rá mindenki, vannak olyan csapatok, akik igazából 3-an vállalták az egész bajnokságot, de van, ahol 6 játékos van, és így forgatják az aktuálisan pályára lépők. Pécsett profi múltja, de amatőr jelene van a sportágnak, a jövőt pedig jelenleg Homály fedi. Aki szeretné magát kipróbálni, az nyitott ajtókat talál,
de akik csak egy jó estét töltenének el egy kis testmozgással, azoknak is jó lehetőség ez a könnyen elsajátítható szabályrendszerű játék.